A Gyulai Várfürdő is nyert a Top Pest kiírásban energetikai fejlesztésre. A terület és településfejlesztési operatív program pályázati kiírásában energetikai fejlesztésre több mint 228 millió forintot nyert a Gyulai Várfürdő, jelentette meg Görgényi Ernő polgármester az augusztus végi rendkívüli testületülésen. A fürdő ezt az összeget csak energiahatékonysági fejlesztésre fordíthatja, így az első tervek szerint a téli főbejárat épületét újítják fel. A beruházás során sor kerülhet a homlokzati falak hőszigetelésére, a födém szigetelésére, nyílászárók cseréjére, megújulhat a fűtés és a világítás, hővisszanyerő szellőző rendszert alakíthatnak ki, és növelhetik a megújuló energiafelhasználást. Az épület nem mellékesen a mozgáskorlátozottak számára is jobban használható lesz. Energiaköltségeinken fog megtérülni, tehát cél, hogy a fosszilis energiahordozók aránya az összfelhasználáson belül csökkenjen, és ezt próbáljuk kiváltani energiahatékonyság szempontjából, illetve felhasználás szempontjából kedvezőbb megoldásokkal. Hogy a vendégforgalmat ez fogja akadályozni, biztosak vagyunk benne, hogy nem. Meg fogjuk oldani, hogy a vendégek ebből igazán ne érezzenek semmit. Kun Miklós elmondta, pályázati támogatás révén a legutolsó fejlesztés az Akvapalotában valósult meg. Ott egy 50%-os támogatás intenzitású programmal történt meg a kivitelezés. A mostani beruházás kezdetének pontos időpontja nincs meghatározva, hiszen a támogatási szerződést még nem írták alá.